igazából tőlem nagyon távol állnak a sportok. Én igazán nem szeretek mozogni, de mivel nagyon szeretem ezt a társaságot, akikkel forgatunk, így még ezt is élvezhetőbbé teszik. Tehát én egy végtelenül lusta ember vagyok. Tehát én tipikusan olyan vagyok például, hogy az iskolában is inkább figyelek az órán, csak otthon ne kelljen nekiállni, ülni, tanulni. Nem rajongok a sportokért. Egyszerűen ez valahogy így vagyok kódolva, nem tudom. Arra emlékszem, hogy fél évet röpisztem még régebben. Azt szerettem, de az az egyetlen sport, ami úgymond meg tudott engem fogni, de az is csak fél éven keresztül, és onnantól jó, hagyjatok. Konkrétan tesi órán és suliba, ugye a két kezét összeteszi a tanár, ha egyáltalán beállok. De amikor így osztályzás van, akkor beállok, akkor így leosztályos 4-es-5-ösre, tehát 4-es lettem fél évkor is, és ebből fogalmam sincs, hogy hogy csinálom ezeket, de valahogy összejön. Szerintem azért hasznunkra vagyok, mert attól, hogy nem szeretek sportolni, azért minimális érzéken van hozzá. Tehát, hogy ezt azért suliba is beállok, és akkor kosarazunk meg ilyenek, és most is az első kosár meccsnél azt hiszem 2 kosarat is bedobtam. Tehát azért, és 5 hétre nyertünk, úgyhogy azért 2 nekem köszönhető, úgyhogy azért büszke vagyok. Igen, én tipikusan olyan vagyok, hogy egyszer állok be, de akkor is baleset ér engem. Tehát nekem még általános iskolás koromban volt nagyon sok az, hogy pont a röpi kapcsán, vagy a kézilabda volt még, amikor már azért tesinél még általánosban többet beálltam, és állandóan konkrétan lesérültem, tehát ez az ujjam, meg ez az ujjam, és minimum 2-szer volt sínbe, valamilyen labdajáték keretében, meg emlékszem, hogy 8-os koromban letörte egy porzdarab a térdemből, úgyhogy ezt is mehettünk műteni konkrétan, újra kellett tanulnom járni, minden bajom volt, mankóval járkáltam, meg ilyen, úgyhogy nagyon vicces volt, úgyhogy szerintem ez is hozzájárul ahhoz, hogy annyira nem kedvelem a sportokat, mert én olyan béna vagyok, hogy mindig lesérülök. Én igazából ezt nem egy versenynek fogom fel, tehát nekem az is teljesen mindegy, hogyha utolsó helyen végzünk, nyilván örülnék, hogyha valami helyezés is érnénk el, de nekem ez annyira nem számít, mert én csak idejöttem, legyen együtt a csapat, érezzük jól magunkat együtt, és ne ronts el a versengés ezt a jó hangulatot. De ők se veszik ennyire véresen komolyan, úgyhogy ez így egyébként jó.